Tökfaragás, tökös óriás játékok és arcfestés várt az érdeklődőket a 6. alkalommal megrendezett tökfaragás programon környén. A résztvevők körülbelül 120 tököt faraghattak ki, és a szervezők az idén is keresték a falu legnagyobb tökét. Tökfaragást a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Művelődési Ház a 6. esztendeje rendezi meg itt környén. Nagyon népszerű egy esemény, ugyan a tavalyi évben elmaradt, de nagyon örülünk, hogy most ismét sikerült megtelíteni élettel ezt a művelődési házat. A Csiribiri játékpark kitelepült ide, különböző fajátékokkal játszhatnak a gyerekek. Ugye mi elsősorban azt szeretnénk, hogyha a gyerekek egy kicsit kimozdulnának, kilépnének a komfortzónájukból, és nem csak a telefonokat nyomkodnák, hanem egy ilyen tartalmas kis délutánon vehetnének részt. Ezen kívül még nagyon fontos elmondani, hogy tegnapi napon a német önkormányzat készhez kapott egy társasjátékot, a Dervég társasjátékot. Ez a sváboknak az életét mutatja be a betelepítéstől egészen a napjainkig. Ezt a játékot mutatják be a kollégáim, akik tegnap részt vettek egy továbbképzésen, hogy is lehet ezt a játékot játszani. A tavalyi évben a rendezvény a pandémia miatt sajnos elmaradt, így az idei esztendőben még népszerűbb volt a helyiek körében a program, és a szünidőre való tekintettel a családosok is nagy számban kilátogattak az eseményre, így nagyon sokan mérették meg magukat a különleges minták kifaragásával. Most már sokadik alkalom, hogy részt veszünk ezen a rendezvényen. Nagyon szeretünk jönni, mert egy közösségi program összekovácsolja a falu közösségét, gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Most így a Covid helyzetre tekintettel sajnos az utóbbi időben zárva volt a műfáz, és nem voltak ilyen programok, úgyhogy örülünk, hogy újból nyitott a műfáz, és részt vettünk a programon. Cica, tökfej, mindenféle lesz, csillag, oldacska, még csak az elején vagyunk.